A régi hagyományokat ápolva, szombaton, hajnali 4 órakor Baracson kezdődött a gyülekezeti disznótor résztvevőinek napja. A református egyházközség tagjai egy 265 kilós sertésért utaztak, amelyet a szúrást követően a református templom kertjébe szállítottak. Itt a szorgos kezek el is kezdtek foglalatoskodni az állattal, a forrázást követően pörzsölték, majd alaposan megtisztították a szőrtől és szennyeződésektől a sertést. A böllér szerepét Horog László vállalta, s ő számolt be a feldolgozást megelőző munkafolyamatokról. Hajnal 4 órakor kelt a társaság, ugye el kellett mennünk a gazdához a hízót elhozni. De a szúrás az Baracson történt a gazdánál, ami nagy munka volt, hogy a mérlegelésnél 265 kiló volt a szép súllyal. Hát ezt azért a utánfutóral meg a forrázó teknővel beletenni nem volt egyszerű művelet, de megoldottuk és Baracsról szállítottuk ide, a templomkertbe. A többi munka az már itt folyik. Hát azzal kezdődött ugye, hogy a forrázással, forró vízzel forráztuk, és amikor ez megtörtént, a teknőből kiborítottuk. A utánfutó raklapján rajta van még, a pörzsölésen már túl vagyunk. Amikor a pörzsölés megtörténik, akkor utána következik a tisztítás, mosás kefével, kaparó eszközökkel. Szép tisztára mossák a fiúk, és utána következik majd a bontás. A bontás után bent további bontás szortírozás történik, a hurkának, a kolbásznak valónak a különválasztása, a hurkaféléknek az abálása az üstházakba. Hát egy ekkora állatnál, 265 kiló, három üstházzal fogjuk ezt végezni, és a darálás, a kolbásznak valónak a darálása, a hurkának való darálása, és akkor a töltése. Hát a reggeli az azzal kezdődik, ugye a szokás szerint, hogy a pálinkával, a forradborral, ez már hagyomány, és a legelső, amit kóstolni lehet, az a sült vér, hagymás sült vér, amit az asszonyok már készítenek. A kora délutáni órákban az előkészítést követően a sertés útja már a garázsba vezetett, ahol megkezdődött a feldolgozása. Az asszonyok először hagymás vért sütöttek, majd ahogy a hentes szerepét vállaló Annus Ferenc elkezdte lebontani az állatot, más-más végtermékek előkészítése következett. Az állat minden részét felhasználták, így sült vér, tepertő, a belsőségekből hurka, a húsok egy részéből pedig kolbász lett. Utóbbira készültek is, hiszen főként sütnivaló kolbászt szerettek volna készíteni az állatból. Gyakorlatilag mi most teljesen feldolgozzuk, tehát kolbász, hurka készül belőle, illetve némi olyan húsnak, illetve csontos résznek az értékesítése a gyülekezeten belül, amit nem tudunk belerakni se a levesben, se a sültekbe, se pedig a kolbászba. Tehát így bontjuk, de zömében inkább hurka és kolbász készül. A hurka a belsőségekből, a kolbász a szárazabb, zsírosabb húsokból, némi szalonnával megspékelve. A hurkát azt a belsőségekből máj, lép, vese, tüdő és hasonlók, illetve a véresebb húsokból rakjuk össze rizssel, ahogy beszélgettük előtte, hogy abáljuk a termékeket, ezeket a dolgokat. Az abálás az ugye egy meleg vízben egy ilyen hőkezelés, előfőzés. A boltban úgy találkoznál vele, hogy előfőzött termék, és akkor ezeket az előfőzött termékeket a végén összekeverjük, és elkészül a hurka alap. A kolbásznál ugyanez, fölvágjuk, csíkozzuk a húst, utána daráljuk, csak a húst daráljuk, és zsírosabb, szárazabb résszel, utána megtörténik a bekeverése, és ezt is különböző méretre töltjük a kolbászba. Mi itt inkább kolbászt csinálunk, csak lehetne belőle hosszú, pixaláminak hívják, tehát szalámit is készíteni, vagy más fűszerrel akár ilyen finom terméket is. Mi inkább a sütnivaló kolbászt tesszük, tehát még csak nem is füstölésre, hanem sütnivaló kolbászt csinálunk. Teszünk bele bőr nélküli szalonnát, teszünk bele szárazabb, illetve zsírosabb húsrészeket. Itt most gyakorlatilag mondhatom azt, hogy mindent.
a minden azt vegyük úgy, hogy az értékes részeket nem, tehát egy tüskepecsenyét, egy rövid karajt, ezt nem tesszük bele, de az összes többi húst azt vágjuk és dolgozzuk befelé a kolbászba. Meg a megfelelő résszel, hagyma, fokhagyma, piros paprika, só, tehát a böllér ízesítése szerint, ahogy ő jónak gondolja, azt szerint csináljuk. A finomságok egy részét a helyszínen fogyasztották el, illetve az egyházközség tagjai is kaptak az ételekből a vasárnapi istentiszteletet követően. A húsok egy részét értékesítették. A lényeg az volt, hogy az állat minden részét feldolgozzák. Lesz tepertő, természetesen, hogyha sütöd a zsírt, akkor ott marad a tepertő. A tepertőt azt ittben ilyen szeretett vendégség keretében a gyülekezet tagjai kapják. Marad zsír, ez a szalonna rész, kolbász, hurka, és azok a nemesebb részek, tehát csülök, rövid karaj, mert arra bontottam, rövid karaj lett értékesítve, illetve a főzni való csontos húsok, tehát az órja és hasonlók. Megoldalas. Ez tájegységenként változik. Ugye mi úgy bontottuk, hogy úgynevezett hastokon, tehát fektetve volt bontva a disznó, ez más területen rémfával föllógatva úgy bontja, van aki a hátáról, van aki a hasáról, nem lehet standardet mondani, tehát az, ahogy megszokta. Tehát, hogyha lenne három böllér, mind a három böllér máshogy tenni, a mi böllérünk az hátán fekvő disznót a hasa felől a sonkáinál kezdi, és így megyünk tovább. Több fajta van. Ténylegesen ha most összeszámolod, lehet, hogy minden böllér másra esküszik. A lényeg a leglényegesebb, hogy a végén eltűnjön akár a rénfáról, akár a hastokról a disznó. A délutáni elfoglaltságok alkalmával lehetőségünk volt beszélgetni Ceglédi Péter Pál református lelkipásztorral is. Elmondta, immáron második alkalommal került sor Dunaújvárosban erre a régi magyar hagyományra, amelyet az egyházközség is ápol. A hagyományőrző jelleg mellett a munkafolyamatok már-már családias hangulatot varázsoltak a hétvégén. Ez már a második alkalom a gyülekezetnek az életében, de az enyémben nem, az előző szolgálati helyemen Debrecen mellett három gyülekezeti disznótorunk volt, és én onnan hoztam ezt a hagyományt, vagy ezt a szokást. Én azt gondolom, hogy ez a magyar kultúrának egy szerves része, és ekköré össze tud gyűlni egy gyülekezet, közös munkavégzés van, közösen dolgozzuk fel az állatot, étkezés, és hát természetesen azok a gyülekezeti tagok, akik nem tudnak itt lenni, utána ők is kapnak egy kis kóstolót a tepertőből vasárnap délelőtt az Isten tisztelet után, és hogy ilyen módon mindenki részese ennek az alkalomnak. Minden héten nincsen azért elég nagy, hát egyrészt logisztika is, nyilván viszonylag sok ember mozgat meg maga az alkalom. Azt gondolom, hogy az a tény, hogy egy gyülekezet ezzel el tud boldogulni, egy sertést fel tud dolgozni tulajdonképpen egy nap alatt, az mindenképpen arról árulkodik, hogy ez egy vitális közösség. Itt is minden segítő gyülekezeti tagunk, barátunk, aki kapcsolódik a közösséghez, úgyhogy hát nyilván évente egyszer megrendezzük, megtartjuk, de igyekszünk ezt a szokást, ezt a jó szokást megőrizni. Tulajdonképpen a gyülekezet az olyan, mint egy nagy család. Így is tekintünk rá, így is fogalmazzuk meg önmagunk számára a gyülekezetnek a lényegét. Itt Krisztus a testvérünk, testvérek vagyunk Jézus Krisztusban, az Atya pedig, ami Teremtő Istenünk, tehát itt valóban egy család gyűlik össze, és hát abból azt gondolom, hogy ti abszolút sokat kaptatok, éreztetek, hogy itt egy ilyen családias légkör van. A disznóvágás egyébként bárki számára nyitott volt. Ceglédi Péter Pál elmondta, nem csak a reformátusokat várták. Az eseménynek nincs vallási vonulata, hiszen tényleg egy régi magyar szokás előtt tisztelegtek. Az pedig, hogy ezt milyen sikeresen és jó hangulatban tették, már csak habatortán. Az egyik Debrecen melletti kollégám mondta, hogy a disznótort nem kereszteljük meg, tehát hogy ennek nem tulajdonítunk semmiféle misztikus vallási jelentőséget, hogy akkor most miért pont disznótorozunk, mert magyarok vagyunk, és reformátusok vagyunk, és hogy ez egy olyan magyar szokás, amelyünk köré egy közösség tök jól tud szerveződni, úgyhogy hát igazából ez egy hagyományőrzéssel egybekötött gyülekezeti nap, ahol együtt munkálkodunk, tehát mindenféle teológiai, mélyebb mondani való nélkül. Hiszen ez egy olyan alkalom, amire nem csak a gyülekezeti tagjainkat hívjuk, tehát lehetett rá regisztrálni, bárki regisztrálhatott, ingyenesen regisztrálhatott, és eljöhetett, részt vehetett, ehetett, ihatott,
velünk együtt. Tehát ez nincs lekorlátozva, nyilván a nagyobb platform az a gyülekezet, ahol hirdetjük, de egyébként ez egy köznyilvános esemény, tehát mindenkit várunk bármikor nagy szeretettel. Hogyha a hagyományért jön, akkor azért, hogyha pedig azért, hogy talán egy kötetlen módon beletekintsen a református közösségnek az életébe, akkor itt a lehetőség, hogy ennél kötetlenebb formában nagyon nehéz már velünk találkozni. Mind a reggeli, mind pedig a délutáni hangulat és életképek alapján kijelenthető, a disznóvágás jól sikerült. Ceglédi Péter a pász szerint jövőre biztosan folytatódik ez a hagyomány.